Oké, szuper. Akkor üdvözlök mindenkit így korán reggel, és Horváth Gábor vagyok. Trendekről szeretnék beszélni, hogy merre haladnak a programozási nyelvek, illetve hogy érdemes-e egyáltalán ezt követni. Igazából elég nehéz ezt mérni, hogy mit gondoltak régen az emberek, és mit gondolnak most, de nekem az az érzésem, hogy régen az volt, hát régen mondjuk 20-30 éve a legtöbb fejlesztő úgy gondolta, hogy a nyelvválasztás az minimálisan befolyásolja azt, hogy mennyire hatékonyan tudunk dolgozni, hiszen a legtöbb megtalálható programozási nyelv az Turing-teljes, tetszőleges algoritmikusan megoldható problémát meg tudunk benne oldani, úgyhogy választunk egyet, teljesen mindegy, hogy melyiket. Ezzel szemben az utóbbi időben valószínűleg tapasztaltátok, hogy egyre gyakrabban jelennek meg új programozási nyelvek, és ez picit arra enged következtetni, hogy az emberek most már nem feltétlen elégedettek azzal, amit mondjuk az eddigi nyelvek nyújtottak, valamivel többet akarnak. Tehát úgy érzik, hogy mégiscsak van valami hatása a választott eszköznek arra, hogy mennyire hatékonyan tudunk dolgozni. Az egyik jele ennek például, hogy egyre több ilyen szakterület specifikus nyelv megjelent. Például mondjuk az SQL az már nem olyan új, de hát alapvetően bizonyos nyelvek már nem is törekednek arra, hogy Turing-teljesek legyenek, hanem egy adott problémakörre próbálnak tehát egy adott problémakör megoldását próbálják minél akadálymentesebbé tenni a fejlesztő számára. Tehát elég sok oka lehet annak, hogy miért gyorsul fel folyamatosan ez a folyamat, miért érezheti valaki úgy, hogyha esetleg ezt a területet követi, hogy lassan naponta jelennek meg új programozási nyelvek. Egyrészt a szoftverfejlesztés az egy folyamatosan növekedő iparág, egyre több szakterületre tör be, és ez eléggé nagy teret ad az ilyen szakterület specifikus nyelveknek, valamint egyre egyszerűbb a fordítókat megírni. Tehát például a fordítóknál az egyik, tehát a munka jelentős része az a kódgenerálás, hogy minden platformot, amit támogatni akarunk az adott programozási nyelvvel, arra hatékony kódot tudjunk generálni. Ma már vannak olyan backendek, például az LLVM, hogy elég egy LLVM bytecode-ot mondjuk kigenerálnom, és utána az optimalizációt már az LLVM az elég jól megcsinálja, illetve a különböző platformokra elég jól le tudja fordítani. Emellett a nyelv elemzőjét sem kell már minden esetben kézzel megírnunk. Vannak olyan generátorok, amiknek, hogyha a nyelvnek a nyelvtanját átadjuk, akkor az elemző azt kigenerálja nekünk. Emellett fejlődött az összes olyan, tehát az elméleti háttere a fordítóprogramoknak, többek között a formális nyelvek, típuselmélet, kategóriaelmélet, aminek a hatására egyre egyszerűbb elindulni. Illetve az is befolyásolja a nyelveket, hogy most már nem ritka 10 millió soros, 100 millió soros, sőt akár legutóbbi információk szerint a Google-nél már milliárd sorba lehet mérni a kódbázist, tehát kódbázisokat. Tehát igazából ezzel a fajta méretnövekedéssel egyre tovább tart a fordítási idő, ezért például a mai nyelveknél ez a fajta fordítási egységmodell, ami mondjuk még régen a C-ben és C++-ban volt, hogy szövegszerűen inkludoljuk be a header fájlokat, ez már elképzelhetetlen, mert ezekben az esetekben sokszor kivárhatatlanul hosszú a kód lefordítása. Hát, hogy néhány adatot is mondjak, hogy mennyivel egyszerűbb ma elkészíteni egy fordítót, mint mondjuk a programozás kezdetén. A Fortran nyelv elkészítésébe több mint 15 évnyi mérnöki munka benne volt. Persze nem 18 évig készítették, hanem többen dolgoztak rajta, és tehát így, hogyha összeadjuk az összes fordító fejlesztéssel töltött időt, az körülbelül ennyi jön ki. És nem tudom, hogy hányan programoztak Fortranban, az egy eléggé fapados nyelv. Ehhez képest
Kaleidoszkóp az az LLVM-nek egy ilyen tutoriálja, ahol végigmennek rajta, hogy hogyan lehet az LLVM backendet használva egy kezdetleges nyelvet megírni. Ez a nyelv sokkal gazdagabb, több nyelvi elemmel rendelkezik, mint a Fortran. Optimalizálja, jitteli a kódot, például a userek tudnak, vagy hát a programozók tudnak új operátorokat bevezetni, szóval egész annak precedenciát megadni, tehát egészen gazdag repertoárja van ennek a nyelvnek a Fortranhoz képest, és az egész implementáció az körülbelül 5-700 short C++ kód, és hát ha valaki egy hasonló nyelvet össze akar dobni, akkor egy hétvégés projekt, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy hogyan működnek a fordítók. Tehát egészen lecsökkent az a munka, amit bele kell fektetni egy fordító elkészítésébe. És hát nagy erővel, nagy felelősség is jár, úgyhogy bár mindenkit biztatok arra, akit érdekel ez a témakör, hogy próbálja ki és implementáljon le egy nyelvet maga, hogy lássa, hogy hogyan működnek a fordítók, és talán jobban megértse, hogy miért úgy épülnek fel a nyelvek, ahogy. De arra azért nem biztatnám a többséget, hogy adjon ki egy új nyelvet, ha csak nincs valami olyan ötlete, ami miatt úgy érzi, hogy valamit jobban tud csinálni, mint a többi eddig megjelent programozási nyelv. Szóval milyen különbségek képzelhetőek el a programozási nyelvek között? Az egyik az a szintaxis. Most, hogyha egy nyelvnek kényelmesebb a szintaxis, a tömörebben tudunk leírni valamit, akkor olvashatóbb a kód, gyorsabban tudunk dolgozni, de alapvetően ez inkább csak egy kényelmi faktor. Ennek is van természetesen hatása a produktivitásra, de a szoftverfejlesztésben az a tapasztalat, hogy nem feltétlen a mondjuk a gépelés ideje a limitáló idő, hanem inkább a hibakeresés, vagy akár egyáltalán az architekturális problémák, refaktorálás. Tehát alapvetően ez is fontos, de nem ez az, ami miatt egy nyelvet szokás választani. Akkor a nyelvek eltérhetnek még a típusrendszerükben, ami azért jó, mert egy erős típusrendszer bizonyos hibákat nagyon korán meg tud már találni a fejlesztési folyamatban, és minél korábban találunk meg egy hibát, annál olcsóbb javítani. Hogyha már fordításkor megtaláljuk, akkor még éppen azon a problémán gondolkodunk, pillanatok alatt javítani lehet. Hogyha egy tesztelő találja mondjuk meg, akkor visszamegy a ticket mondjuk a programozóhoz, lehet, hogy ő akkor már máson dolgozott, idő még, akkor átváltunk, újra elkezdünk ezen a problémán gondolkodni, vagy lehet, hogy egy másik fejlesztőhöz megy a hiba, aki nem is ismeri ezt a programrészt. És hogyha megtörtént a javítás, akkor persze újra ki kell tesztelni a kódot. Még hogyha a felhasználónál jön ki, akkor meg már még nagyobb a költsége, mert akkor ugye a deployt is újra kell majd csinálni a következő verziónál. Emellett a különböző nyelveknek különböző eszközei vannak, amivel teszteket lehet írni, coverage-t lehet mérni, akkor lehet hibát keresni, vannak különböző fejlesztői környezetek hozzá, de igazából ez, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre egy nyelvhez, ez sok esetben nem feltétlen az adott nyelv erejét mutatja meg, hanem inkább annak a közösségnek az erejét, aki a nyelv mögé állt. És hát, hogy milyen közösség van a nyelv mögött, az nem feltétlen a nyelvnek az érdeme csak, hanem hogy mennyi marketing van mondjuk az adott nyelv mögött. Például egy Go-t azt a Google elég jól tud hirdetni, úgyhogy tehát a tooling alapján nehéz objektíven megítélni azt, hogy melyik nyelv jobb a másiknál. Úgyhogy én elsősorban a típusrendszerre fogok koncentrálni, és ez alapján fogom megkülönböztetni a nyelveket, mert ez az, ahol a legtöbbet tudjuk nyerni, hogyha a szoftverfejlesztés költségét akarjuk lefaragni. Tehát alapvetően most ez a cél, hogy minél gyorsabban, minél olcsóbban készüljünk el a szoftvereinkkel. Alapvetően a típusrendszereket nagyon sokféleképpen lehet kategorizálni, de amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy az, hogy egy típusrendszer erős vagy gyenge, illetve hogy dinamikus vagy statikus, azok egymásra ortogonális fogalmak. Például gyengének szoktunk mondani egy típusrendszert, hogyha ductyping, vagy valami hasonló van benne, vagy stringly tied nyelvek, esetleg, hogyha ez valakinek ismerős, illetve erősnek, hogyha
Hogyha például sokkal szigorúbb szabályokat várunk el, nem elég a ducktyping, hanem mondjuk egy adott interfészt öröklődésen keresztül kell megvalósítani, tehát erősebb garanciákat várunk el a típusrendszertől. Akkor dinamikus egy típusrendszer, hogyha a típus ellenőrzés az futási időben történik, tehát ugye a Pythonban is ott vannak a típusok, a Python is hibát dob, hogyha mondjuk egy stringet egy integerként akarunk használni, csak ez a hiba, ez futási időben fog bekövetkezni. Na most, hogyha nekünk az a megfigyelésünk, hogy minél hamarabb kijön egy hiba, annál hamarabb, tehát minél hamarabb megtalálunk egy hibát, annál olcsóbb javítani, akkor számunkra a statikus típus rendszerek lesznek hasznosak, hiszen ez már a fordítási folyamat során meg fogja adni nekünk meg fogja találni nekünk azokat a hibákat, amiket a típusrendszer képes megtalálni. Éppen ezért az előadás további részében akárhányszor egy típusrendszert megemlítek, akkor statikus típusrendszerre gondoljatok, ezt nem fogom külön mondani. Hát azért szerettem még különösen a statikus típusrendszert, mert statikus típusrendszerben ki lehet fejezni a dinamikus típusozást, fordítva ez viszont nem igaz. Egy dinamikus típusrendszer nem tudja ugyanazokat a garanciákat adni számunkra, amit egy statikus típusrendszer jelenthet. Ugye erről már beszéltem röviden, hogy minél azért érdemes ezt használni, mert minél hamarabb kijön egy hiba, annál gyorsabban tudjuk javítani. Érdekes módon, és annál olcsóbb a javítás. Érdekes módon erre a dinamikus nyelveknek a fejlesztői is rájöttek, és ők ezt úgy próbálták áthidalni. Tehát a legtöbb innováció tesztelés tekintetében a dinamikus nyelvektől jött, mert ők a típusrendszer által nem... Tehát azokat a garanciákat, amik a statikus típusrendszer hiánya miatt nekik nem voltak meg, azokat jó tesztlefedettséggel próbálták ellensúlyozni. És persze utána ezeket a technikákat utána a statikus típusrendszerrel rendelkező nyelvek is átvették, mert tehát ugye nyilván egy erős típusrendszer az nem válthatja ki a tesztelést, viszont azáltal, hogy bizonyos hibákat már a típusrendszer megtalál, kevesebb tesztet kell írnunk, ami alapvetően egy jó dolog. Illetve ugye a típus ellenőrzés a statikus típusrendszerek esetében fordítási időben történik, és hogyha elég kifejező egy típusrendszer, akkor a típus ellenőrzőt rá lehet arra venni, hogy bizonyos számításokat fordítási időben elvégezzen. És azáltal, hogy ezeket a számításokat fordítási időben végezzük el, gyakorlatilag, mivel nem kell ezeket már futási időben megcsinálni, ezért a programunk teljesítményét is javíthatjuk. Nem véletlen, hogy a legtöbb rendszerprogramozási nyelv, mert ugye a rendszerprogramozási nyelveknél nem mindegy, hogy mennyire hatékonyan van implementálva az adott szoftver, az statikus típusrendszerrel rendelkezik. Na most a statikus típusrendszerek azok a toolingban is nagy segítségünkre lehetnek. Például egy dinamikus típusrendszernél egy fejlesztői környezet, hogyha ajánl nekünk egy függvényt, vagy ajánl nekünk egy metódust, vagy egy változót, akkor ezt csak az adott fordítási egységben, vagy a projektben lévő szimbólumok alapján tudja megtenni. Viszont abban az esetben, hogyha nekünk statikusan típusos a nyelvünk, akkor a szimbólumok között, a felajánlott szimbólumok között a fejlesztői környezet egy szűrést tud végezni, hogy csak azokat a lehetőségeket kínálja fel, amik egy jól típusozott programot eredményeznek, és ezáltal sokkal kevesebb, tehát sokkal relevánsabb segítséget tud nyújtani a fejlesztői eszköz. Emellett a fordítók ugye nem csak lefordítják a programjainkat, hanem próbálnak rajta bizonyos transformációkat is végezni, hogy azok minél hatékonyabban fussanak, és ahhoz, hogy egy transformációt elvégezzen az optimalizáló, be kell látnia azt, hogy ez a transformáció nem rontja el a programunkat, nem változtatja meg a jelentését. És a típus információk nagyon sok segítséget nyújtanak az optimalizáló motor számára,
hogy mely transformációk biztonságosak és mely esetekben azok. Egy másik nagy előnye a statikus típusrendszereknek, hogy amikor refaktorálni akarunk valamit, megváltoztatjuk mondjuk egy függvény nevét, egy dinamikusan típusozott nyelv esetében elképzelhető, hogy bizonyos hibák csak futási időben jönnek ki, viszont egy erős statikus típusrendszernél az egy nagyon jól működő brute force technika, hogy ha valamit át akarok nevezni, akkor azt átnevezem, és megnézem, hogy hol nem fordul le a kód. És amelyik helyekre a fordító hibát dob, akkor ott kell átírnom, ott kell elvégeznem ezt a refaktorálást. És igazából azáltal, hogy a fordító nekünk ez, tehát azáltal, hogy a fordító garantálja azt, hogy nem fordul le az a kód, ahol elrontottuk ezt a típusú ilyen forrás kód transformációt, azáltal egy garanciát is ad nekünk arra, hogy ez a fajta refaktorálás ez nem ronthatja el a kódunknak a jelentését, ezért hogyha dönteni kell, hogy mondjuk érdemes-e a kód átláthatósága érdekében végrehajtani ezt a refaktorálást, vagy nem, akkor egy statikus típusrendszerrel rendelkező nyelv esetén gyakran az a válasz, hogy igen, mert nem lehet belőle túl nagy probléma, még egy dinamikus típusrendszerrel rendelkező nyelv esetén, hogyha nincs jó kódlefedettség, akkor igazából, hogyha bármi esély van arra, hogy a módosításunk az elront valamit, és amit módosítanánk, az amúgy jól működik, akkor legtöbbször az szokott a stratégia lenni, hogy inkább ne nyúljunk hozzá, mert az abból nem történhet túl nagy baj. Alapvetően erről még nem is beszéltem részletesebben, hogy mit értünk típusrendszer alatt. Alapvetően ugye a programunk áll egy szintaxisból, ami megmondja, hogy mik azok a string sorozatok kvázi, amiknek egyáltalán jelentése lehet, és a típusrendszer az megmondja, hogy ezek között a string sorozatok között, melyek azok, amikhez tényleg jelentést társítunk. Egy híres idézet, hogy well-typed programs cannot go wrong. Ugye azért nem egészen tartunk ott, hogyha egy program az típus helyes, akkor azt is csinálja, amit várunk tőle. Viszont ugye az egésznek az ereje, hogy vannak bizonyos garanciák, vannak bizonyos hibák, amik nem fordulhatnak elő, hogyha elég erős egy típusrendszer, és ezeket a garanciákat tudjuk kihasználni. Emellett, hogyha elég kifejező típusrendszerünk van, egy függvény típusa, az specifikációként is felfogható. Vannak olyan kifejező típusrendszerek, ahol, hogyha elég precízen megadjuk egy függvény típusát, akkor elképzelhető, hogy már egyetlen egy lehetséges implementációja van annak a függvénynek, és ezt akár automatikusan is tudjuk generálni. Persze abban a pillanatban, hogy ilyen kifejező típusrendszerünk lesz, a nehézséget már a programozásban nem a függvény implementációknak a megírása fogja okozni, hanem a típusdeklarációk előállítása. Tehát vannak, akik azért ezt az irányt elég szkeptikusan kezelik emiatt. Illetve sokszor, amikor statikus típusrendszer előkerül, sokan arra gondolnak, hogy ez alapvetően produktivitás szempontjából egy szörnyű dolog, hiszen azt a rengeteg típust minden alkalommal ki kell írnom, minél kifejezőbb egy típusrendszer, potenciálisan annál hosszabb típusokat fogok kiírni, de valójában ma már egyre hatékonyabb típuskikövetkeztető algoritmusokkal is rendelkezünk, amik segítségével elhagyhatóak ezek a kvázi típus annotációk a kódban. Tehát azáltal, hogy a típus kikövetkeztetést használunk, kényelmesebb lesz dolgoznunk, hiszen nem kevesebbet kell írnunk, illetve egy olyan objektumnak, aminek mondjuk egyértelmű a típusa, nincs leírva az a nagyon hosszú típus, ami esetleg annak az objektumnak a típusa, ezáltal sokkal olvashatóbb kódot is kapunk, mert kisebb lesz a zaj szint, és a jelentésre kerül a hangsúly. Azonban a típus kikövetkeztetés valójában nem csupán kényelmi eszköz, ugyanis egy olyan nyelvben, ahol van típus kikövetkeztetés, ott létezhetnek olyan típusok, amiket a felhasználó
programozónak egyszerűen nincs nyelvi eszköze arra, hogy leírjon. Ezeket először talán a D-nyelvben nevezték el Voldemort típusoknak, mert nincsen ezeknek a típusoknak neve, de ettől még a típus kikövetkeztető az tud velük számolni. És ez egészen újszerű megközelítéseket is lehetővé tesz, amikor mondjuk metaprogramokat írunk. Simon Peyton Jones rajzolta fel egyszer ezt az ábrát, aki a Haskell közösségben egy eléggé jelentős figura, hogy vannak hasznos, meg haszontalan nyelvek, és vannak biztonságos és nem biztonságos nyelvek. És nyilván nem egy, tehát nyilván itt vannak átmenetek, tehát nem egy nyelv nem hasznos vagy haszontalan, hanem ez egy folytonos skála, és hasznos alatt azt értette, hogy mondjuk viszonylag effektíven tudunk benne szoftvert fejleszteni, és biztonságos alatt pedig azt értette, hogy a típus rendszer a számos garanciát ad számunkra. És hát alapvetően a nyelvek azok, tehát a Valhalla az lenne, hogy van egy olyan nyelv, ami teljesen biztonságos, nem lehet benne segmentation faultot írni, nem lehet benne race conditiont írni, tehát onnantól, hogy a programunk lefordul, onnantól én biztos lehetek abban, hogy programozás technikai hiba az nincs a kódban. Az lehet, hogy félreértettem a specifikációt, tehát azt nem lehet olyan típusrendszert csinálni, ami mondjuk megvéd egy olyan megrendelőtől, aki nem tudja, hogy mit akar, de ettől függetlenül elég messze el lehet jutni. És hát vannak nyelvek, akik úgy közelítették meg ezt a problémát, hogy legyünk elsősorban biztonságosak, és lehet, hogy eleinte ez egy nagyon kényelmetlen, nehezen használható típusrendszert fog adni, de aztán utána szépen fokozatosan finomítsuk ezt a típusrendszert, hogy egyre könnyebben használható legyen a mindennapi fejlesztés során. Ezt az utat járja be például a Haskell vagy az Idris, még a C, C++, Java, C Sharp pedig elkezdte egy gyenge típusrendszerrel, mert ott ugye az volt a cél, hogy már a kezdetektől fogva minél produktívabban nap mint nap tudjunk gyorsan alkalmazásokat fejleszteni, és sorban az újabb szabványokkal finomodik mindig egy picit a típusrendszer, és ezáltal igazából ugyanafelé a pont felé konvergál az összes nyelv, amelyik aktív fejlesztés alatt áll. És hát ez a pont, ez a tökéletes típusrendszer lenne. Tehát itt most két halmazt rajzoltam fel. A kék karika az a helyes programoknak a halmaza, amik jól futnak, azt csinálják, amit várunk tőle, és a sárga karika az pedig a jól típusozott, tehát a típus helyes programoknak a halmaza. És hát az lenne a cél, hogy ezt a két halmazt összenyomjuk, tehát csak a jól típusozott programok legyenek helyesek, és minden helyes program jól típusozott legyen. Na most ezzel az a probléma, hogy ez viszonylag hamar a megállási problémára vissza lehet vezetni, bár a megállási probléma az nem mond semmit a típusrendszerekről, de egy típusrendszer az nem ér túl sok mindet egy típusellenőrző algoritmus nélkül. És egy algoritmust már esetleg vissza tudunk vezetni a megállási problémára, és hát ez a típusellenőrző algoritmus, tehát az a típusellenőrző algoritmus, ami csak a helyes programokat fogadja el, az egyértelműen a megállási problémára visszavezethető, és a megállási probléma az algoritmikusan eldönthetetlen. Tehát ebből következik, hogy igazából nincs tökéletes típusrendszer. Hát ez egy jó hír, főleg azoknak az ember, tehát főleg nekem egy jó hír, mert ez azt jelenti, hogy mindig lesz munkám, hogyha ezzel foglalkozok, mert nem történhet meg, hogy valaki előjön egy olyan típusrendszerrel, aminél már nincs jobb. Tehát mindig lesz jobb igazából. És kérdés, hogy érdemes-e közelíteni ezt a Valhallát, mert hát azt láttuk, hogy a nyelvek a haladásuk során egyre közelebb tudnak, a fejlődésük során egyre közelebb tudnak ehhez kerülni, érdemes-e? És hát nyilván azért tartom ezt az előadást, mert én úgy gondolom, hogy érdemes. Például azért érdemes, mert
bizonyos garanciákat már ma is tudnak nyújtani a nyelvek, tehát létezik olyan nyelv, ami, hogyha jól, tehát hogy aminek egy jól típusozott programja, az garantáltan nem tartalmazhat semmilyen memóriakezeléssel kapcsolatos hibát, és semmilyen párhuzamos programozással kapcsolatos hibát. És ez azért már eléggé nagy előrelépés, hiszen hát egy gyors felmérés, hányan debugoltak már memory leak-et, vagy use after free-t, vagy bármilyen memóriakezeléssel kapcsolatos hibát. És akkor hányan debugoltak már bármilyen párhuzamos programozással kapcsolatos hibát, race condition, bármi ilyesmi. Na most nem tudom, hogy ki mennyi időt töltött ilyen hibák keresésével, de szerintem az egy elég elképesztő dolog, hogy belátható jövőn belül lehet, hogy az lehet, hogy a gyerekeink, hogyha programozók lesznek, meglepődnek azon, hogy régen milyen jellegű hibákat keresünk, hiszen az teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen hiba előforduljon, hiszen a fordító le se fordítja, hogyha ilyen történne. Tehát azért ez egy eléggé jelentős előrelépés, és hát jóval kevesebb hajukat fogják a jövőben a kollégák kitépni, amikor fejlesztenek. Emellett minél kifejezőbb típusrendszerünk van, a típusrendszert akár kódgenerálásra is tudjuk használni, tehát bizonyos repetitív dolgokat, amiket a programozónak mondjuk nincs kedve leírni az adott nyelvben, egy metaprogrammal ki tudja generálni, és hát az emberek azok nem igazán jók az ilyen repetitív feladatokban, úgyhogy alapvetően ez tényleg egy előnyös dolog lenne, hogy nem itt csináljuk, hanem egy gép, ami nem fog hibázni. És a Rust az egy olyan nyelv, ami ezt állítja magáról, hogy ő teljesen memóriabiztos, tehát egy jól típusozott Rust programban nem lehet semmilyen memóriakezeléssel kapcsolatos hiba. Ez nem teljesen igaz, mert memory leak-et lehet benne csinálni, de use after free-t, vagy mondjuk race condition-t, azt nem. És hát itt ez a kódrészlet, ez arról szól, hogy van nekünk egy vektorunk, azon a vektoron végig iterálunk, összeadjuk az elemeit, de ez picit furcsa összeadás, mert miközben iterálunk a vektoron, aközben bizonyos esetekben hozzáfűzünk új elemet a vektorhoz. Most mi ezzel a probléma? A Rust vektorja hasonlóan működik, mint a C++ vektorja, tehát minden esetben, amikor hozzáadunk egy új elemet, potenciálisan előfordulhat az, hogy a vektor kapacitása az már tele van, tehát nem lehet bele új elemet rakni. Ilyenkor mi történik? A vektor allokál egy nagyobb buffert, átmásolja oda a régi bufferből az elemeket, és akkor az új bufferbe rakja be az új elemet. Most abban a pillanatban, hogy a vektor az átméretezte magát, és egy új bufferbe dolgozik, abban a pillanatban az az iterátor, amit az iterálásra használunk, az invalidálódott, mert az még az előző buffert akarja használni. Tehát ez egy memóriakezelési hiba. És az az érdekes, hogy a Rust típus rendszerébe ez kifejezhető, hogy ez egy hiba, és ez a program, amit most kivetítettem, ez nem fog lefordulni, és egy egészen jól érthető hibaüzenetet fog adni. És ez az érdekes, hogy ezekkel az iterátor invalidációval kapcsolatos hibák, ezekről a C++ programozók jelentős része nem szokott tudni, és meg szokta őket lepni, amikor valami ilyesmi történik. És igazából ez nem is feltétlen probléma szerintem, tehát alapvetően nem várható el egyetlen egy programozótól se, hogy az összes lehetséges antipatternt ismerje, és nagyon hasznos, hogyha a fordító viszont ismeri ezeket, és fogja a kezünket, nem engedi, hogy hibát kövessünk el. Emellett a Rust az a különböző konkurens adatfeldolgozásból adódó hibáktól is véd minket, és ezt
Igazából eléggé, tehát mindig, amikor ugye típusrendszerről beszélünk, az alapvetően korlátozásokat is jelent, hogy bizonyos kódok nem típushelyesek, és megpróbáljunk olyan, tehát az az előnyös, hogyha pont azok a kódok nem típushelyesek, amik hibásak. Most alapvetően ezt ugye, mint láttuk, nagyon nehéz elérni, viszont mivel nagyon nehéz a különböző párhuzamos programokban felmerülő hibákat debugolni, ezért ebben az esetben a Rust fejlesztői úgy döntöttek, hogy picit szigorúbb korlátozások megérik. Tehát azáltal, hogy mondjuk biztosítjuk azt, hogy egyszerre egy objektumra csak egy olyan referencia létezzen, amin keresztül azt az adott objektumot módosítani lehet, ezt az egyszerre, ezt úgy értem, hogy egy időpillanatban, amikor mondjuk threadek között üzenetet küldünk, akkor vagy átadjuk a ownership-et, tehát mostantól csak a másik thread férhet hozzá ehhez az adathoz, vagy lemásoljuk az adatot, és akkor nincs az, hogy egy adott adaton mondjuk egy két szál versenyez. Illetve, hogyha mondjuk nekünk globális változóink vannak, akkor azokat vagy nem lehet módosítani, vagy lokkal védett mindig az elérésük. Tehát azáltal, hogy ezeket a és ehhez hasonló korlátozásokat bevezetett a programban, elérte azt, hogy nincs több olyan race condition. Ezek a korlátozások sajnos nem jelentik azt, hogy mentesek vagyunk minden párhuzamos programozással kapcsolatos hibától, de a legnehezebben debugolható hibáktól megóv minket. Egy nagyon érdekes irány a típusrendszereknek, ez még igazából nem, tehát a függő típusrendszerek még a mindennapokban használt programozási nyelvekben nincsenek jelen. A függő típusrendszernek az a trükkje, hogy például egy függvény eredményének a típusa, az függhet a paraméterek értékétől. Tehát itt a típusrendszer az már nem csak típusokkal dolgozik, hanem értékekkel is. Mindjárt fogok erre példát mutatni. És az az érdekes, hogy ez, majd látni fogjuk, hogy egy elég erős eszköz. Például az Idris az egy ilyen függő típusos nyelv. Itt ez a NOT típus, ez a természetes számokat ábrázolja a pianói axiómák segítségével. Tehát két típus konstruktor van. Van a Z, ami a nullát ábrázolja, és van az S, ami egy olyan típus konstruktor, ami egy rákövetkezési függvény, tehát egy adott természetes számnak a rákövetkezőjét adja meg. Tehát a nullát úgy ábrázolhatjuk, hogy Z, az egyet például úgy ábrázolhatjuk, hogy SZ, mert a nulla rákövetkezője, a kettőt úgy, hogy SSZ, és így tovább. Na most ezen az ábrázolásmódon mi tudjuk definiálni az összeadást, hogyha nullához adunk hozzá egy számot, akkor úgy a számot magát kapjuk. Hogyha nem a nullához, hanem egy másik számhoz adjuk hozzá ezt az y-t, ugye ez egy mintaillesztés, és ebbe a második ágba tudjuk, hogy nem a nulla az, amihez hozzáadjuk az y-t, ha nem a nulla az, akkor egy adott számnak a rákövetkezőjéhez adjuk hozzá az y-t, és hát rekurzív módon ezt úgy tudjuk definiálni, hogy akkor ez ugyanazzal egyenlő, mint hogyha ennek a számnak és az y-nak az összegének a rákövetkezője. Igazából az nem is fontos, hogyha valaki mondjuk ezt nem látja, hogy ez miért a jó összeadás definíciója, de az a lényeg, hogy ezen az ábrázolásmódon meg lehet adni az összeadást. És akkor az az érdekes, hogyha például definiáljuk a vektortípust, akkor egy vektortípus ugye eddigi nyelvekben azt szokhattuk meg, hogy úgy néz ki, hogy mondjuk integerek vektora, valamilyen típus vektora. Itt viszont a típusban megjelenik az az információ is, hogy milyen hosszú egy vektor. Tehát például integerek vektora, ami 5 hosszú. És ezután az összes műveletünket mi tudjuk úgy definiálni, hogy például az append, ami arra hivatott, hogy egymás után fűzzön két vektort, az egy olyan vektort fog visszaadni, aminek a hossza a két paraméterül kapott vektor hosszának az összege. És hát miért jó nekünk, hogy a vektor típusában megjelenik a hossza? Azért jó, mert onnantól a
típusrendszer a típus ellenőrző számára ez az információ elérhető, és amennyiben a típus ellenőrző be tudja bizonyítani, hogy mondjuk az az index, amit én használok, az mindenképpen nagyobb lesz, mint mondjuk az a szám, ami a vektor típusában megtalálható, akkor tudsz szólni róla, hogy itt én egy hibát követtem el, és bizonyos egyértelműen rossz programoknak a fordítását meg tudja akadályozni. Másik kedvenc technikám, ez a dimenzióanalízis. Érdekes módon ezt amúgy C++-ban meg lehet valósítani, csak annyira nem elterjedt technika. És erre a motivációs példa egy Mars Climate Orbiter nevű űrszonda, ami becsapódott a Marsba, pedig körülötte kellett volna keringenie. És hát az volt a probléma, hogy bár minden egyes modul, minden egyes szoftvermodul, ami irányította ezt az űrszondát, az helyes volt, viszont az egyik modul az a számokat, azokat ezekben a esi mértékegységekben, a másik pedig ebben az imperial, nem tudom magyarban, hogy szoktuk mondani. Tehát különböző mértékegységekben dolgoztak a számokon, és ezért amikor a modulok közt kommunikáció történt, hát éppen nem a megfelelő dolog történt. És hát az az érdekes, hogy C++-ban például meg lehet azt valósítani, hogy minden egyes számhoz hozzárendeljük, hogy mi neki a mértékegysége, és például, hogyha a métert elosztjuk szekundummal, akkor annak az eredménye méter per szekundum lesz. És ezután, hogyha mondjuk egy méter per szekundumhoz, tehát sebességhez métert akarunk hozzáadni, akkor ott, mivel nem egyeznek meg a mértékegységek, ezért fordítási hibát fogunk kapni. Tehát abban a pillanatban, hogy a mértékegységeket tehát a mértékegységeket a számolási folyamat részévé tettük, és a mértékegységekkel nem futási időben a program fog számolni, hanem fordítási időben a típus ellenőrző, azáltal valós hiba lehetőségeket küszöböltünk ki a programból. Ezek a bizonyos hibák, amik dollármilliárdos károkat okoztak régebben, mostantól nem is fordulhatnak elő. Csak azáltal, hogy egy picit modernebb nyelvi eszközöket használunk, és ugyanakkor ennek a futási időre semmiféle negatív hatása nincs, tehát ugyanolyan hatékony programokat tudunk írni, mint eddig, de közben megkapjuk ezeket a garanciákat. És hát egy másik érdekesség, hogy egy eléggé kifejező típusrendszer esetén akár annotációként is tudjuk használni a típusainkat. Például itt ez az owner, ez azt jelenti, hogy egy adott típus, tehát ez az owner, ez gyakorlatilag egy olyan típus, ami egy alias, tehát tetszőleges típus esetén, tehát ez az int csillag owner, ez ugyanaz, mint az int csillag, tehát ugyanúgy tudjuk használni. Viszont azáltal, hogy nem azt írjuk, hogy int csillag, hanem owner int csillag, azzal jelezhetjük azt, hogy ez a pointer, ez birtokolja a mutatott memóriaterületet. Tehát, hogyha mondjuk mi egy olyan konvenciót követünk, hogy csak, hogy minden owner az meg van jelölve ilyen módon, és utána bevezetünk egy olyan szabályt, egy statikus ellenőrző eszközben mondjuk, hogy az owner, tehát csak ownert lehet delete-elni, és ownert mindig kell delete-elni, és pontosan egyszer, akkor ezáltal egy biztonságosabb programozási modellhez jutunk, ami garantálja számunkra, hogy nem lesz memory leak, és garantálja számunkra azt, hogy nem lesz double free. Tehát alapvetően egy elég erős típusrendszerben annotációkat is ki tudunk fejleszteni, és tudunk használni, és ezeket az annotációkat egy külső statikus ellenőrző szoftver ki tudja használni. Ugye volt arról szó, hogy a dinamikus típusok azok megjelenhetnek egy statikus típusrendszerben, például a boostban van az any és a variant, ami segítségével dinamikusan típusozva tudok felhasználni egy adott értéket. És ugye volt szó a függő típusozásról, a függő típusrendszerekről, és hát az AGDA egy szélsőség. Az AGDA az nagyon hasonlóan működik, mint az IDRIS, csak az AGDA-nak az a filozófiája, hogy ha megindexelek egy vektort,
akkor két paramétert adok át. Az egyik paraméter az index, a másik paraméter pedig egy bizonyítás lesz, ahol bebizonyítom azt, hogy az az index, az a vektor határain belül van. Tehát alapvetően az AGDA az a Curry-Howard izomorfizmusra épít elég erősen, ahol a tétel, ahol a típus az gyakorlatilag egy tétel, és a programozás az egybeesik a tétel bizonyítással. Na most innentől a típus az egy specifikáció, és nem lehet benne olyan programot írni, ami helytelen, viszont ha a specifikációt rosszul írtuk le az elején, amitől ugye nem véd meg senki, akkor tehát a program mindig a specifikáció szerint működik, de a specifikáció nem garantáltan jó. Tehát nem feltétlen ez a szent grál, de feltétlenül egy érdekes megközelítés. Illetve érdekes még abba belegondolni, hogy vajon mennyire várható el egy programozótól, hogy minden alkalommal, amikor megindexel egy vektort, akkor egy bizonyítást levezessen. Tehát ez nem feltétlen, látom benne a programozásnak a jövőjét, de rengeteg ötlet amúgy, ami megjelent azóta más programozási nyelvekben, az ilyen gondolatokból indult ki, tehát semmiképpen nem haszontalan dolog. Tehát még egy rövid összefoglaló a szintaxisról. Ugye régen az volt a cél, hogy mindig ismerős legyen a szintaxis, legyen C-szerű, a típust írjuk a változó elé. Nem baj, hogyha a tooling nehezen lehet hozzá megvalósítani. Ez az ismerettségi faktor, ez legyen az, ami a programozók számára egy kis kapaszkodót nyújt. Ma már az újonnan megjelenő nyelvekben afelé kezdett el a szintaxis tervezésre elmenni, hogy most már nem az az elsődleges szempont, hogy ismerős legyen. Például most már nem félünk a típus nevet a változó mögé írni, mert ezáltal gyorsabban, egyszerűbben elemezhetővé fog válni a kódunk, hanem most már tényleg abba az irányba próbálnak menni, hogy ezt is próbáljuk jól csinálni. Tehát a régi hibákat ne kövessük el újra. Úgyhogy ez szerintem egy jó dolog, hogy azok, akik nyelveket terveznek, kimozdultak ebből a majmoljuk a régit megközelítésből. És hát milyen egy modern nyelv? Igazából elvárjuk tőle, hogy gyorsan forduljon le a kód, elvárjuk tőle, hogy erős típusrendszere legyen, elvárjuk tőle, hogy legyen benne típus kikövetkeztetés, ne kelljen mindig kiírni a típusokat, legyen hozzá egyszerű eszközöket fejleszteni, azok az absztrakciók, amiket bevezetünk benne, azoknak ne legyen futási idejük költsége, hogyha lehet, illetve tömör szintaxissal minél egyszerűbben meg tudjunk fogalmazni benne bizonyos problémákat. Régen, amikor még a Java, C-Sharp, egyéb nyelvek megjelentek, akkor még hittek a tiszta nyelvekben, egy nyelv legyen mondjuk tisztán funkcionális, legyen tisztán objektumorientált. Ma már azt vettem észre, hogy a legtöbb nyelv, az legtöbb újonnan megjelenő nyelv, az multiparadigmás, tehát például támogatja a funkcionális eszközöket is, az objektumorientáltság eszközeit, a generatív programozás eszközeit is, és az adott feladatkörre mindenki azt a paradigmát tudja használni, ami számára a legkényelmesebb. És hát akkor melyik nyelvek számítanak modernnek? Nem csak az újonnan megjelenő nyelvek, hanem az utóbbi időben például kezd felgyorsulni az, hogy akár már 2-3 évente egy régebb óta jelenlévő programozási nyelv, például C++-nak vagy a Java-nak újabb szabványai jelennek meg, és ezekben az új szabványokban rengeteg olyan nyelvi eszköz megjelenik, amit más kísérleti nyelvekben már bevált. Tehát nem csak az a nyelv modern, ami nemrég jelent meg, hanem az is, amit mondjuk nemrég frissítettek ilyen tekintetben. És éppen ezért az a trend, hogy ugye megmutattam, hogy vannak a jól típusozott nyelvek, és vannak a helyes, vagy hát a jól típusozott programok, és vannak a helyes programok, és ezt a kettő halmazt, ezt próbáljuk minél inkább összetolni, hogy egyre nagyobb legyen a metszet. Ez a trend, ez nem feltétlen csak az új nyelvekre igaz, hanem a régiekre is. Viszont a régi nyelvek azok nem tudnak annyira gyorsan innoválni, mint az újak, mert a visszafelé kompatibilitás az ott egy eléggé nagy visszahúzó erő. És hát a jövőben valószínűleg egyre több garancia
hasonlóan ez a Thread Safety, ez meg Memory Safety, ez amiről szó volt, egyre több hasonló garancia jelenik majd meg a típus rendszerekben. Legalábbis ez az az irány, ami felé haladunk, és ezeket, tehát a típus rendszerben rejlő erőt pedig egyre hatékonyabban tudják majd a különböző fejlesztői eszközök kihasználni. És érdekes módon minél fejlettebb a típusrendszer, annál közelebb áll a típus ellenőrző egy tételbizonyító rendszerhez, és az a jó ebben, hogy a bizonyításokat, amit az AGDA esetében sok esetben a programozó adott meg, bizonyos esetekben automatikusan ezt a bizonyítást be tudja látni, mondjuk a típus ellenőrző, és azokban az esetekben, amikor a típus ellenőrző egy adott tulajdonságot automatikusan be tud már látni, akkor szokott ez a nyelvi eszköz átkerülni a mindennapokban használatos nyelvekre, így annak ellenére, hogy az adott programozó mondjuk nem végez nap mint nap bizonyításokat, az nem csinál nap mint nap bizonyításokat a program különböző tulajdonságaival kapcsolatban, az nem feltétlen probléma, mert ezt megcsinálja helyette a típus ellenőrző. És hát, vagy hogyha teljes mértékben nem is csinálja meg helyette, akkor rengeteg segítséget ad, tehát elképzelhető, hogy a jövőben ez már mindennapos lesz, hogy mondjuk egy adott tulajdonságot sajnos nem tudod belátni a típus ellenőrző, ez nem fordul le mondjuk a programom, de nem baj, mert hogyha egy kicsit én hozzányúlok, és egy kicsit annotációkkal mondjuk felokosítom a kódot, akkor onnantól már a típus ellenőrző be fogja látni, hogy tényleg jól működik az adott program. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet.